Szeretettel köszöntöm a kedves érdeklődőket. Most a német múltidők közül az egyikkel fogunk megismerkedni. Ugye több múltidő is van a németben, mert már miért ne lenne. Mégpedig most a préteritummal ismerkedünk meg, a kijelentő módnak az egyik múltidejével. Ezt nevezik úgy is, hogy imperfekt, vagy magyarul esetleg még elbeszélő múlt, de a préteritum a leggyakoribb elnevezése. Először megnézzük a szabályos igéket. Ez egy egyszerű ige alak, tehát egyetlen egy szóból fog állni, tehát a személyes némás után csak az igének a múltidejű alakját kell odalakni, és ezzel már meg is kaptuk az ige alakot, tehát nem két szóból áll, csak egyből. Ezt az alakot pedig úgy kapjuk meg, hogyha a főnév igenévnek az EN végződését először elhagyjuk, ezt a például a lernen, az a tanulni, az EN, ez a magyar ni megfelelője, tehát ezt elhagyjuk az ige végéről, marad a lern, és ennek a helyére tesszük a ragokat, tehát az a te, teszt, te, ten, tet, ten ragok lesznek. Figyelni kell arra, hogy az RZS mellett ott csak egy te ragot kap az ige, tehát nincs a végén még egy T, mint ahogy jelen időben. Sokan eltévesztik, ezért erre figyelnünk kell. Akkor meg is nézhetjük a lernen ragozását, tehát, hogy mondtam, elmarad az EN végződés, és a helyébe jönnek ezek a ragok. Így lesz tehát, hogy ich lernte, du lerntest, RZS lernte, wir lernten, ihr lerntet, sie lernten. Tehát magyarul azt jelenti, hogy tanultam, tanultál, tanult, tanultunk, tanultatok és tanultak. Hát ugye magyarul is ez a T ott van, meg a németben is, ez talán egy icipicit megkönnyíti a dolgunkat. Tehát így néz ki egy szabályos igének a ragozása. Nézhetünk még több szabályos igét is. Például kaufen, a venni, vásárolni, és a leben, élni igék ragozását is megnézhetjük. Ott is elhagyjuk az EN végződést, és annak a helyébe rakjuk ezeket az előbb ismertetett ragokat. Tehát a kaufen ragozása így lesz. Ich kaufte, du kauftest, er, sie es kaufte. Wir kauften, ihr kauftet, sie kauften. A leben, élni pedig. Ich lebte, du lebtest, er, sie es lebte. Wir lebten, ihr lebtet, sie lebten. Tehát én éltem, te éltél, ő élt. És így tovább, mi éltünk, ti éltetek, ők éltek. Nézzünk más igéket is, például a hören, hallani, vagy hallgatni pontosabban, a machen csinálni, ugyanúgy lesz ezeknek is a préteritum alakja, tehát ich hörte, du hörtest, er, sie es hörte, wir hörten, ihr hörtet, sie hörten. Ugye machen, csinálni, ich machte, du machtest, er, sie es machte, wir machten, ihr machtet, sie machten. Tehát én csináltam, te csináltál, csinált. Csináltunk, csináltatok, ők csináltak magyarul. Nézzük más igéket is. Vannak ezek az igék, amelyek nem EN végződést kapnak, csak egy N végződést a főnév, igenév végére, tehát ez a bewundern, csodálni, vagy a sammeln, gyűjteni. Ezekkel sincs semmi különösebb probléma préteritumban. Ez az N végződés marad el ilyenkor, mert EN végződés nincs, akkor csak az N tud elmaradni, és ennek a helyébe jönnek ezek a már ismertetett ragok. Tehát úgy lesz ez, hogy ich bewunderte, du bewundertest, er, sie es bewunderte, wir bewunderten, ihr bewundertet, sie bewunderten. Ugyanígy a sammeln, ich sammelte, du sammeltest, er, sie es sammelte, wir sammelten, ihr sammeltet, sie sammelten. Nézzük más igéket is. Itt van az arbeiten, illetve a baden, dolgozni, illetve a fürödni ige. Itt is elhagyjuk az EN végződést, viszont az EN végződés előtt a tő T-re végződik, illetve D-re, ami hát a kiejtést kicsit megnehezítené, tehát a Arbeit után az a te végződés oda jönne, akkor két T kerülne egymás mellé, mert a Badennél itt a D után az a T megint nem néznek ilyen nagyon jól, ez ilyenkor egy E kötőhangzót ide beteszünk a rag és a tő közé, tehát így lesz a ragozása az Arbeiten és a Baden igéknek, hogy ich arbeitete, du arbeitetest, er, sie es arbeitete. Wir arbeiteten, ihr arbeitetet, sie arbeiteten. Baden, fürödni, ich badete, du badetest, er, sie es badete. Wir badeten, ihr badetet, sie badeten. Más kéket nézünk, például az öffnen és a rechnen, az kinyitni és a számolni, ige ragozása is kicsi szokatlan lesz, mert ugye itt egy N van az EN végződés előtt.
illetve még azelőtt van másra hangzó, tehát ez az F, illetve itt az N előtt ez a CH, amit ugye erős H-nak kell ejteni. Így ezután elég nehéz lenne kiejteni ezt a te végződést. Itt megint csak be kell tenni egy kötőhangot, ezt az E-t ide a rag elé. Így ezeknek a ragozása is úgy lesz, ahogy az Arbeiten igének, tehát ich öffnete, du öffnetest, er, sie es öffnete, wir öffneten, ihr öffnetet, sie öffneten. Úgyhogy így a számolni, rechnen, ich rechnete, du rechnetest, er, sie es rechnete, wir rechneten, ihr rechnetet, sie rechneten. Mehetünk kicsit tovább is, most jönnek a rendhagyó igék, hát eddig a szabályos igékkel egyszerű volt a helyzet, mert csak elmarad a végüktől az az EN végződés, a főnév igenév végződése, és annak a helyére jön az a te, teszt, te, stb. Rag. A rendhagyó igéknél ott az lesz az érdekes, hogy ott is elmarad ugyan a főnév igenév végződés, de ennek nagy jelentősége nincs is, mert teljesen rendhagyó lesz a tő, tehát a gépemből hiába hagyjuk el ezt az EN végződést, teljesen más lesz itt az elejéből, tehát a gáb lesz az alap alakja, és akkor ebből azt is lehet látni, hogy nem kapja meg azt a te végződést, amit az előbb. Tehát az erős igék sajátossága, hogy ez a te végződés ez nincs ott, és a tő pedig szabálytalan, mint a geben igénél. Ez az erős igékre ez jellemző, illetve még a másik csoportja a rendhagyó igéknek lesz a vegyes igék, majd azokra később kitérünk. És az erős igéket nézzük meg először, tehát ilyenkor a te ragot nem kapja meg, csak ezeket a ragokat kapja, amik itt fel vannak sorolva, tehát ST egyes szám második személyben, illetve többen számban ott EN, T és EN ragokat kap az ige. Csak még itt is fontos, hogy az ich és az er, sie, es esetén is ugyanaz lesz az ige alakja, tehát nem kap ragot sem az ich, sem az er, sie, es után, tehát meg fog egyezni az alak, ahogy a szabályos igéknél is, ahol ott szintén csak egy te végződést kap mindegyik esetben. Nézzük is a geben igét, tehát ich gab, du gabst, er, sie, es gab, wir gaben, ihr gabt, sie gaben. Tehát egy teljesen rendhagyó tőhöz jönnek ezek az ismertetett ragok. Ezt a tövet nem lehet kitalálni, ezt meg kell tanulni, sajnos minden igének a préteritum alakját, ezt a szótárak feltüntetik, és hát meg van adva gében mellett az, hogy gab, zárójelben, hogy egy A betű, abból már tudhatjuk, hogy a tőben A betű lesz a szokásos ehelyett, és azt is tudhatjuk, hogy nem lesz te végződés, ugye ez erősége. Már általában legjobb esetben kiírják azt, hogy gáb szótárak, így már könnyebb dolgunk van. Nézzünk más rendhagyó erős igéket is, ami nagyon viszonylag gyakori, az a gehen menni, illetve a kommen jönni. Tehát a gehen úgy lesz, hogy ich ging, du gingst, er, sie, es ging. Wir gingen, ihr gingt, sie gingen. Tehát én mentem, te mentél, ő ment, mi mentünk, ti mentetek, ők mentek. Itt megint csak teljesen rend, hogy ez a ging alak, annyira nem hasonlít a gehenhez, csak nyomokban emlékeztet rá. Akkor a kommen, jönni, ich kam, du kamst, er, sie, es kam. Wir kamen, ihr kamt, sie kamen. Itt is megint csak az ó helyett egy A lesz, és már nem kettő emmel, hanem egy emmel van, ezt is meg kell tanulni, common kam, gn pedig ging. Következő rendhagyó igék még az essen, az enni, és a trinken, az inni. Tehát az essen úgy lesz, hogy ász, tehát ich ász, du ászest, esetleg ászt, er, sie, es ász, wir ászen, ihr ászt, sie ászen. Itt sárfeszeszre fog végződni ez a rendhagyó tő, amihez jön a rag, de hát a kiejtés miatt itt egy E-t betoldunk, de hát terjed az a fajta írásmód is, hogy csak egy T-t teszünk hozzá, hogy az ST-nél itt az S kiesik, de általában ez az E kötőhang ide bekerül ilyen sárfeszeszre végződő igék esetén. Akkor a trinken, az is rendhagyó, ugye inni. Ich trank, du trankst, er, sie, es trank. Wir tranken, ihr trankt, sie tranken. Rendben, nézzük más rendhagyó igéket is. Itt van például a schreiben, az írni, és a lesen, olvasni. Ugye a schreibennél ott annyi történik, hogy az ei,
ez a két betű megcserélődik, és IL lesz belőle, amit könnyen elkerülheti a figyelmünket, ezért erre külön figyelni kell. Tehát a schreiben így lesz Präteritumban. Ich schrieb, du schriebst, er sie schrieb. Wir schrieben, ihr schriebt, sie schrieben. Én írtam, te írtál, ő írt, mi írtunk, ti írtatok, ők írtak. És a lesen pedig az úgy lesz, hogy ich las, du lasest, er sie es las, wir lasen, ihr last, sie lasen. Itt is a tő egy S betűre végződik, amit ugye Z-nek ejtünk, ilyenkor az egyes szám második személyben egy E kötőhangot ide általában beteszünk, de itt is terjed már az a fajta írásmód, hogy egy kiejtés mód is, hogy csak egy T-t kap a végére, és akkor az ST helyett csak egy T végződés lesz, de mi maradtunk a lázesztnél. Rendben, nézzük tovább még, mik várnak itt ránk. Például rendhagyom még a Z-en látni ége is. Ich sah, du sahst, er sie sah. Wir sahen, ihr saht, sie sahen. Tehát én láttam, te láttál. Ő látott, mi láttunk, ti láttatok, ők láttak. Akkor stehen, állni. Ich stand, du standest, er sie stand. Wir standen, ihr standet, sie standen. Itt is a D után már kicsit nehéz lenne kiejteni ez az estét, ilyenkor általában kap egy E kötőhangot egyes szám második személyben az ige, de valamikor ez is esetleg elmarad, de jobb, hogyha mi kitesszük. Rendhagyó még természetesen a lenni ige, tehát a sein. Ich war, du warst, er, sie, es war. Wir waren, ihr wart, sie waren. Tehát én voltam, te voltál, ő volt. Mi voltunk, ti voltatok, ők voltak. És ugyanígy a werden, válni valamivé, ami egyébként a jövő időnek a segédigéje is, de természetesen a wurde alak az már nem fog jövő időt kifejezni, hanem csak a válni valamivé, tehát lesz valami, lett valami. Ezt fejezi ki, tehát lesz az alakja, hogy ich wurde, du wurdest, er, sie, es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden. Igen, nézzük még egy érdekes igét, ez a haben, mert már miért ne lenne rendhagyó. Ez a valakinek van valamije, azt fejezi ki ez a haben. Úgy lesz az alakja, hogy ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Ezt azért is tettem ide a végére önmagában, mert ebben még van egy érdekesség, ugyan megváltozik itt is a tő, mert ez a B eltűnik itt múlt időben, és helyette két T lesz, viszont annyiban különbözik kicsit a többi rendhagyó, eddig ismertetett rendhagyó igétől, hogy a te végződés ott lesz a végén, ahogy a szabályos igéknél is. Tehát ez egy igazából nem is annyira erős ige, meg nem is annyira gyenge ige, hanem kettő között átmenetet képez, ez egy vegyes ige valójában, mert a te végződés is ott van, mint a szabályos igéknél, valamint a tő is kicsit megváltozik, mint az erős igéknél. És ezzel át is mehetünk a vegyes igékhez, áttérhetünk a vegyes igékhez. Ezek azok az igék, amelyeknél a tő ugyan rendhagyó lesz, mint ahogy már az előbb láttuk a H-bennél, és ehhez jön a te végződés, tehát a szabályos és az erős igéknek a sajátosságait is magukon hordozzák. Nem sok vegyes ige van. Most végignézzük mindet. Például a bringen, a hozni, az ilyen. Hát itt láthatjuk, hogy megváltozik a tő, tehát a bracht lesz az első alak, és a te is ott van a végén. Tehát ennek a ragozása, ich brachte, du brachtest, er, sie, es brachte, wir brachten, ihr brachtet, sie brachten. Tehát én hoztam, te hoztál, ő hozott, mi hoztunk, ti hoztatok, ők hoztak. Hasonlóan vegyes ige még a denken, gondolni. Ich dachte, du dachtest, er, sie, es dachte. Wir dachten, ihr dachtet, sie dachten. Egyébként ezek is gyakorlatilag rendhagyó igék, tehát hogyha valakinek nehézséget okoz megkülönböztetni a vegyes és az erős igéket, nagy jelentősége nincs, mert így is úgy is meg kell tanulni a rendhagyó alakját mindegyik igének, tehát a GN-nek a ging, a denkennek a dachte lesz az alakja, azt, hogy aztán ott van a végén az a te vagy nincs, az annak akkora túl nagy jelentősége nincs, de kicsit segítheti esetleg a tanulást. Igen, a többi vegyes igét is megnézzük. A következő az a kennen. Az úgy lesz, hogy ich kannte, du kanntest, er, sie, es kannte. Wir kannten, ihr kanntet, sie kannten. Tehát az ismerni ige ragozása. Én ismertem, te ismertél, ő ismert, mi ismertünk, ti ismertetek, ők ismertek.
akkor a nennen nevezni. Ich nannte, du nanntest, sie es nannte. Wir nannten, ihr nanntet, sie nannten. További vegyeségek is várnak még ránk. Ilyen a rennen, rohanni. Ich rannte, du hantest, sie es rannte. Wir rannten, ihr rantet, sie rannten. Én rohantam, te rohantál. Rohant, mi rohantunk, ti rohantatok, ők rohantak. Akkor a brennen, az égni is vegyesége. Ich brannte, du branntest, sie es brannte. Wir brannten, ihr branntet, sie brannten. Ennek szerencsére ritkán használjuk az egyes szám első és második személyi alakját, tehát egyes általában csak harmadik személyben használjuk, ha kell. És most jönnek a múltbeli segédigék, amelyek szintén vegyes igék, mert megváltozik a tő, és ahhoz járul a te végződés. Tehát így például a können, ez a hatni, hetni, képesnek lenni valamire, ennek a ragozása a következő. Ich konnte, du konntest, sie es konnte. Wir konnten, ihr konntet, sie konnten. Akkor a müssen, az a kell, ragozása. Ich musste, du musstest, sie es musste. Wir mussten, ihr musstet, sie mussten. Hát igazából itt ez a rendhagyóság csak abban áll, hogy ez az umlaut eltűnik ott az őről, meg az űről, és itt O és U lesz a tőben, úgyhogy szerencsére talán nem olyan nehéz megjegyezni. Akkor a következő módbeli segédige a mögen, ez is vegyesége, itt már kicsit cifrába töve, de azért még ez is megtanulható. Tehát úgy lesz, hogy a mögen, ugye ez a szeretni, kedvelni valamit, valakit. Tehát ich mochte, du mochtest, sie es mochte. Wir mochten, ihr mochtet, sie mochten. Tehát én szerettem, te szerettél, ő szeretett. Mi szerettünk, ti szerettetek, ők szerettek. Akkor a dürfen, ez a szabad valamit, szabadnak lenni valamit, megcsinálni. Ennek úgy lesz az alakja. Ich durfte, du durftest, sie es durfte. Wir durften, ihr durftet, sie durften. Tehát nekem szabad volt, neked szabad volt, neki szabad volt valamit megcsinálni, és így tovább. Akkor a wollen és a sollen módbeli segédigék, azoknak a préteritum alakja igazából nem is rendhagyó, tehát egyszerűen csak elmarad az en végződés, és ahhoz jönnek a te ragok, tehát ezeket csak azért raktam ide, ha már itt van a többi módbeli segédigék, akkor ezek is itt legyenek a teljesség kedvéért, de ezek nem rendhagyóak, tehát a wollen úgy fog kinézni. Ich wollte, du wolltest, sie es wollte. Wir wollten, ihr wolltet, sie wollten. Tehát én akartam, te akartál, ő akart, mi akartunk, ti akartatok, ők akartak. És a sollen, hát ami ugye azt jelenti, hát ez is kifejezhet hasonlót, mint a kell. Most a múltbeli segédigék jelentésében nagyon nem megyünk bele. Lényeg a ragozása. Ich sollte, du solltest, sie es sollte. Wir sollten, ihr solltet, sie sollten. Igen, hát ennyi lett volna a préteritum múltidőnek a képzése a németben, tehát végignéztük a szabályos igéket először, amik te végződést kapnak, utána megnéztük a rendhagyó igék közül először az erős igéket, amik nem kapnak te végződést sem, hanem másfajta végződéseket kapnak, és a tő rendhagyó lesz, amit meg kell tanulni, illetve megnéztük még a vegyes igéket, ahol a tő is rendhagyó, és még a te végződés is oda járul az ige végére, tehát ez a három csoportjuk van az igéknek. Hát az egy másik kérdés, hogy mikor használjuk ezt a múltidőt. Hát a beszélt nyelvben nem túl gyakori, illetve hát igazán nem fog belőle gyakran, de azért tudni kell, tehát hogyha valaki nyelvvizsgázni szeretne, akkor ezt mindenképpen meg kell tanulnia. Akkor ennyi lett volna a múltidőkről, a préteritumról ez az előadás. Mindenkinek sok sikert és jó tanulást kívánunk!